Sziasztok! Ez itt a Balázs utazik Buda, Texasból. Klasszikus budai kávéházban iszom az eszpresszót, amit Moon Milk-kel holt tejjel készítettek, ami a tejszín, a tej, a vanília meg a cukornak a keveréke. Welcome to Buda, Texas. Buda is a very small town. There's community, there's love, there's friendship, you know, and these people knew my name after the second time I was here. You know, it's just a beautiful place. Austin, Texas fővárosa Budától 15 mérföldre van csak. Budának saját rendőrkapitánysága van. Nem csak egyszer van kutyavásár Budán, itt Texasban minden évben megrendezik a Tacskó Fesztivált. Like the wiener dog capital of the world. Really? Kind of thing. The wiener dog capital. Yeah. A város szlogenjét úgy lehetne magyarra fordítani, hogy Buda, Texas, ahol fellélegezhetsz. So where is the other Buddha? In Hungary, correct? Yeah, correct. The Hungarian connection might be there if you look far enough back. Texas and the United States in general is such a melting pot. What about the connection with Budapest, Hungary? I don't think there's any, but we could be sister cities, you know? I think me and you will officially make it happen now. Okay. Handshake. Okay, we are a sister city. We're a sister city. That's right. A helyi budaiak nagyon barátságosak. Búcsúzáskor kaptam egy ajándékszivart, és mivel nem tudtam megkóstolni a haverjának a viszkét, mert hogy vezetek, ezért kaptam még egy nyalókát. Buda felett még a szivárvány is megjelent. A legenda szerint a város a nevét két spanyol özvegyről kaptam, ugyanis az özvegy spanyolul viurát jelent, ami hasonlít a viurához. Mások pedig azt mondják, hogy az 1848-as szabadságharc után telepedtek le itt magyarok, azonban ma senki nem ismer itt magyarokat. Legalábbis akikkel beszéltem. Ez volt a Balázs utazik Texasból, Budáról. Nézzétek meg a többi videót, találkozunk a következő úton. Sziasztok!